Egy nagyon fontos állomásnál tartunk, egy nagyon fontos résznél tartunk a Bibliában, méghozzá ott, amikor Dávid egy csomó bújdosás után, miután királyék, János, mielőtt, miután, miután e, e, szerették, nem szerették, és szerették, stb. stb. És eljutott oda, hogy majdnem meghal. És úgy hal majdnem meg, hogy már saját barátai meg akarják kövezni, ugyanis kifosszák diszidál az országból, a filiszteusok földjén van, és akkor, mikor a filiszteusok pont Saul ellen indulnak a háborúba, akkor Dávid is velük együtt indulna, de aztán hazaküldik, és miközben ez az esemény történik, otthon elviszik a gyerekeiket, feleségeiket, kifosszák az egész házukat, és akkor teljesen elkeserednek, és teljesen kétségbe esnek, és akkor a Dávid és a nép, amely vele volt, felkiállta, és annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírása. Dávid két feleség és fogságba jut hurcoltatott Jeruzsálemből való Ahóniám, és a Kármelből való Abigail, Nábál felesége. És Dávid igen nagy szorultságba juta, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt. Mire az egész nép lelke elkeseredett, fiaik és leányaik miatt, Dávid azonban megerisítette magát az úrban, az ő istenében. És mondott Dávid abjátár papnak, hogy mi legyen, stb. 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 És aztán visszaszerzik a feleséget, mindent, minden vagyont, minden, mindent. És arra gondoltam, hogy sokszor úgy mi is jutunk egy ilyen helyzetbe, és kétfajta képpen lehet viskelkedni az egyik az elkeseredés, a másik pedig, hogy megtaláljuk abba a helyzetbe Istennek az akaratát. És ahogy a zsoltárokat olvastam, és most szeretnék egy... Ennyire még nem tűnt fel nekem, a 23. Zsoltárt azt mindenki tudja, hogy az a jó pásztor, de a 23. Zsoltár előtt van a 22. Zsoltár, ami még ilyen hatással nem is volt rám, amikor elolvastam, miután tudtam, hogy Dávid mennyit szenvedett, miután tudtam, hogy Dávid mennyi mindenbe jutott bele, és mennyi nyomorúságba, és mennyi, mennyi fusztrációba, és mennyi, mennyi szorultságba, még, még a saját barátaitól is, akkor teljesen megrendültem, és a 22. zsoltár most egészen kinyílt nekem, és most értettem még jobban meg, hogy Dávid története mennyivel, mennyire összefonódik a mesiás történetével. Így kezdődik az éneklőmesternek a, a Dávid Zsoltára. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van megtartásom, jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg éjjel, és nincs nyugodalmam pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzát kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem férfiú. Embernek csúfja, és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolódnak rajtam, Félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne, mert te hozzád, hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva, te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Túkok sokasága terített be engem, körülfogtak engem básán bikái. Feltátottak rám szájukat, mint a ragadozók és ordisztró oroszlán. Mint a víz úgy kiöntött, kiöntettem csontjai, mint széthullottak. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott. Átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámláltatnám minden csontomat, ők pedig csak néztek, bámultak rám. Megosztoztak ruháimon, és köntösőmmel sorsot vetettek. De te, Uram, ne légy messze tőlem. Én erősségem, siess segítségemre. Szabadíts meg lelkemet a kartól az én egyetlenemet, a kutyák körmeiből. Menj meg engem az oroszlán torkából és bivajok szarvai közül, hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetbe. Ti, akik félitek az urat, dicsérjétek őt. Jákob, minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izrael minden magzatai, mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát. És nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetbe. Az én miatt megadom azok felől, akik félik őt. Eznek a nyomorultak és megelégszenek dicsérik az urat, akik őt keresik. Éljen éjjel szívetek örökké! Megemlékezem, és megtérnek az Úrhoz a Föld minden határai, és leborulnak előtte a pogányok minden nemzetsége, mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a Föld gazdagai mindő előtte, hajlanak meg térdet, akik a porba hullanak, és aki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az úról beszélnek az utódok. Eljönnek, sírdetik az ő igazságát, az ő utánuk való népeknek, hogy ez cselekedte. Ezt a Zsoltárt nem tudom, mikor írta Dávid, de egybe biztos vagyok, amikor írhatta akkor, amikor eljutott odáig, hogy már minden, vége, mindennek vége van. Eljutott odáig, amikor ezt az igét felolvastam, hogy nagy szorultságba jutott, és gyakorlatilag ö, nagy nehézségek közepette jutott. És olyan érdekes dolog, hogy, hogy ö, Jézus teljesen azonosítja magát Dáviddal. Ugyanis Jézus ismerte ezt a Zsoltárt. És amikor kiáltott, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, akkor ezt a Zsoltárt idézi. Ezt a Zsolt, Erről a Zsoltáról beszél. Amikor, amikor Jézusnak az egész kinszenvedése benne van ebbe, mint ahogy Dávidnak a kinszenvedése, ez a torturája, ez az egyik napról másik napra való harcai, ez a reménytelensége, hogy király legyen, hogy győzzön, hogy elfogadják, hogy végre nyugodtan tudjon uralkodni az Isten szerinti hatalommal és az Isten szerinti kenettel, szinte kilátástalanságba Megy az élete, és amikor ebbe a kilátástalanságba megy, és ebbe imádkozik reggel, és este, és naponta hétszer, és dicséri az Urat, akkor szinte egy profétikus módon profétál a mesiásról, és a mesiás mind a keresztről visszanyúlva profétikus módon fogadja el Dávidnak ezt a szenvedését. És olyan csodálatos, hogy nem vagyunk egyedül, amikor nehézségbe vagyunk, amikor kilátástalanságban vagyunk, amikor nyomorúságba vagyunk, akár mi miatt. Lehet ez a saját bűneink miatt, lehet megkötözöttség miatt, lehet mások, mások miatt, és lehet bármi miatt, amikor csak nyomorúságra jut az ember, az egy nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz feldolgozni, amikor bajba vagy, és úgy néz ki, hogy elvetnek, úgy néz ki, hogy bántanak, úgy néz ki, hogy lenéznek, úgy néz ki, hogy, hogy tönkrement az életed. Ja, akkor tudnod kell, hogy Isten, és Jézus Krisztus sorsot vállal veled. Ő az elesetteknek a barátja és a bűnösök barátja. És azoknak a, a, a testvére, akik szenvednek. Mert az élet nem könnyű, és nagyon sok mindenre megyük át. És tudom, hogy, hogy többször mondtam ezt a példát is, amikor Mária Magdolna, aki hét, akiből hét ördögöt üzött ki, az utcanő volt, és Jézus úgy látta őt, mint kislány korában, amikor babákkal játszott. Nem úgy látta őt, mint egy utolsó rongyot, hanem úgy látta őt, mint egy tönkrement életet. És uh, Dávid, Dávidot ugyanígy látta, és azt mondja, hogy miért hagytál el engem, Istenem? Ezzel kezdődik ez a Zsoltár, és azt gondolom, hogy az igaz hithez ez hozzá tartozik. Amikor az ember úgy érzi, hogy elhagyja az Isten, hozzá tartozik az igazi hithez, a hitnek a próbája. Azt mondja, mert a kipróbált hit az igazi hit, ami nagyon nagy nehézségeket hidal át. És ezt az imádságot imádkozza maga Jézus Krisztus is, hogy miért hagytál el engem? És van, mikor az ember úgy érzi, hogy, hogy elhagyta az Isten, tudjuk, hogy nem hagyta el, Tudjuk, hogy nem hagyott el bennünket, soha nem hagy el bennünket az Isten, de mégis van, hogy úgy érezzük, hogy elhagyott. És ezt megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyünk őszinték az Isten fele. Ha úgy érezzük, hogy elhagytál, Uram, akkor mondjuk ki azt. Ne képmutatkozskodjuk, ne vallásoskodjunk, ne mondjuk a szép szent szöveget, hogy igen, Uram, te olyan igaz vagy, meg olyan szép vagy. Igaz, most én elpusztulok, de te csak menjél, mert te gyönyörű vagy, én meg itt most végem, hanem mondjuk ki, hogy Uram, bajba vagyok, úgy érzem, hogy nem, tudsz, nem segítesz most rajtam, úgy érzem, hogy helyzet van, úgy érzem, hogy nem bírom tovább. És amikor ezt megmerjük mondani, amikor őszinték merünk lenni az Istennel kapcsolatban, az Istennel szembe, akkor az Isten mindig válaszol. Az Isten képzeld el, hogy, hogy, szereti az őszintéket. Szereti azt, amikor, amikor valaki vagány, jó értelemben amikor valaki őszinte, és megmondja, megmondja azt, ami a szívébe van, és Jézus ugyanezt, mond, ugyanezt érezte, hogy az atya elhagyta, amikor a mi bűneinket fölvette, persze, hogy nem hagyta el, persze, hogy ott volt vele végig, de mégis így érezte, és kimondta, és egy angyal erősítette, és tudjuk jól, hogy, hogy az atya aztán feltámasztotta, és ő az ő jobbjára. Tehát az atya végig mellette volt. De mégis Dávid ezt érezte, és Jézus is ezt érezte, és van, hogy hívőként is ezt érezzük, hogy távol van tőlünk az Isten valami miatt. Sokszor arra gondolunk, hogy a bűneink miatt, sokszor arra gondolunk, hogy a gyengeségeink miatt, sokszor arra gondolunk, hogy, hogy mert megérdemeljük, de most megmondom nektek, hogy az Isten nem akar távol lenni tőled. Az Isten nem akar elhagyni téged. És hogyha te úgy is érzed, hogy elhagy, nem hagy el. Hogyha te elhagyod is, ő soha el nem hagy téged, és ő hűséges hozzád. Azt mondja, hogy de én féreg vagyok, és nem férfiú embernek csúfja, és a nép utálata. A Ézsaiás könyvérben ezt írják Jézusra, után, és elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Van, hogy az ember ezt érzi, hogy, hogy, hogy egy féreg, egy senki, egy, egy nyomorék, egy, mi haszna. És nem baj, nem hogyha baj, látod ezt, hogy, hogy, Dávid is érzett így, hogy Jézus is érzett is, hogy te is érzel így, hogy lehet, hogy nem sikerült úgy a házasságot, lehet, hogy nem sikerült úgy a tanulmányi eredményed, lehet, hogy nem sikerült úgy az életed, nem vagy olyan férfi vagy nő, ami ennek kellene, hogy legyen. Lehet, hogy azt éled meg, hogy, hogy ezt, a, ezt a krízist, de Isten mégiscsak azt akarja, hogy kigyere ebből a helyzetedből. És azt mondja tovább, az Úra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt. Emlékeztek, ott kiabálnak Jézusról. Hát szálljon le a keresztről, hogyha Isten fia. Hát bizott az Istenbe, hát föltámasztotta a Lázárt, hát annyi mindent csinált, gyerünk, hát produkáljon valamit, szálljál le. És itt jön az a dolog, amikor nem tud az ember, nem tud az ember önmagát megmenteni, nem tudja az ember önmagát megszabadítani, nem tudja az ember önmagát felemelni, csak Isten tudja. De Isten e, e, hogy, hogy emelte fel Jézust? Leszállította ott a keresztről? Mindenki szeme láttára? Nem, hanem föltámasztotta a harmadik napon Jézust. És látjuk, hogy egész máshogy történtek az események, mint ahogy elvárták volna, mindahogy elképzelték volna, de az Isten nem hagyta el Jézust, nem hagyta el Dávidot se. Dávid is már, már több mint tíz éve ott bújdokol, még nyissunk ki ablakot bukóra, legalább hármat. Bújdokol, ez nem volt benne az igébe, ez csak emberi. az kettő, három. Igen, atya, fiú, szentlélek. Na és azt mondja, feltátották rám szájukat, stb. stb. A halál porába feksze, fektetsz engem, erőm kiszáradt, mint a cserép, a nyelvem ínyemhez tapadt. Átjukasztották kezeimet és lábaimat. Most gondoljatok -e bele, hogy Dávid is harcolt, rengeteget harcolt, az úrharcát harcolta, és mennyi sebesülése volt neki. Hát csak mondta, hogy átlukasztották már a kezemet, már a lábaimat. Nem is gondolta, hogy ez egy profécia, hogy Jézusnak a kezét és a lábát át fogják lukasztani. Kinyába mondta a legnagyobb kijelentéseket. Akkor, amikor, amikor úgy nézett ki, hogy, hogy vége, hát nem egy áldott állapotába mondja ezt, nem akkor mondja, amikor minden nagyon jó megy. Mi hogy szeretnék, hogyha nagyon jó mennének a dolgaink, és akkor azt gondolnánk, akkor nagyon jó fogunk lenni. De nagyon sokszor nem vagyunk jól akkor, amikor jól mennek a dolgaink. Képzeld el! Nagyon sokszor akkor kezdünk jó lenni, amikor nehézségbe jutunk, amikor, amikor bajba kerülünk, amikor szembenézünk a gonoszsal, amikor szembenézünk a saját gyengeségeinkkel, a saját korlátainkkal, akkor, amikor, amikor, amikor Megáll az emberi erő. És úgy, úgy érzem, hogy át vagyok lyukasztva már a kezeim, és a lábaim, és nem tudok mit csinálni, de ne felejtsétek el, mit, mit mondott Jézus, amikor föltámad? Mit, mit mutatott meg először Tamásnak? Azt mondja, gyere Tamás, nézd meg a kezemet, át van lukasztva. Nézd meg! És ne legyél hitetlen, hanem legyél hívő. Meghaltam, de élek. Rendben van a dolog, és az egész evangéliumnak az üzenete ebbe benne van, hogy Jézus teljes mértékben felvette azokat a nyomorúságokat, amiket te átélsz. És amikbe te belekerülsz azért, mert a Földön élünk, és a Földön járunk. Na most nem akarom ezt a Zsoltát tovább folytatni, meg elemezgetni. Nagyon, nagyon döbbenetes Zsoltár. Amikor ugye aztán Megkérdezte a Dávid az urat, hogy ebben a nyomorult helyzetében lehet, hogy akkor írta ezt a zsoltárt, lehet, hogy nem, nem tudom. De egy biztos, hogy a Dávid zsoltárai úgy születtek, hogy harcolt, hogy tele volt kétségekkel, szenvedésekkel és nehézségekkel ez a férfi. És egyáltalán nem akkor jöttek neki a győzelmei, amikor ő szerette volna, nem akkor lett király, amikor ő szerette volna, nem akkor történtek a dolgok, ahogy ő szerette volna, amit a Kemény Gábor is itt imádkozott, hogy, hogy nem úgy, ahogy én szeretném, de mégis úgy, ahogy Isten adta, az nekem nagyon jó. Azt mondja, hogy elmentek az ellenség után, akkor mondom mindazok közül, akik Dáviddal elmennek, így mondván, mint hogy mind a gonosz, emberek és Béliál emberél nem jöttek el velünk, semmit se adjunk nékik. Na, itt most megállok egy picit, mert itt arról van szó, múltkor már vettük, hogy 600 embere volt Dávidnak. A 600 emberből 200 kipurcant. És a besor vagy milyen pataknál leültek, és azt mondták, hogy nem bírunk tovább menni. És ott maradtak. Na most ezek elmentek, győztek, 400-an, az amalekitek visszaszerezték az asszonyokat azoknak is, akik ott ültek, és akkor nézzétek meg, azt mondják azok, akik győztek, ezekre, akik nem mentek el. Figyelj, még egyszer elolvasom, ez egy döbbenetes dolog. A saját testvéreikre, a saját embereikre azt mondják, akkor mondanák mindazok közül, akik Dáviddal elmentek, így szóval, minthogy mind a gonosz emberek, és a Beliál emberei, ez az ördög emberei, nem jöttek velünk, semmit se adjunk nékik. Na, gyönyörű lelkület, le lehet ördögözni egymást, meg is tettük sokszor. Egyik egyház a másikat, a másik az egyiket, sőt gyülekezeten belül is nagyon sokszor. Meg lehet tenni, de Dávid nem ezt tette, hanem Dávid azt mondja, hogy nem. Vajon kicsoda engedte nektek ebben a dologban? Sőt, inkább, amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkor le legyen annak is a része, aki a holmiknál maradt. Egyenlőképpen osztozzanak. És itt van az új szövetségnek a gondolata Dávid szájából, hogy kegyelemből volt a harc, Isten adta a győzelmet nekünk, nem azért, mert átkeltünk a patakon, nem azért, mert jó kartforgatók vagyunk, hanem azért, mert az Úr győzelmet adott. Érted, hogy mi ez? Hogy győzelmet adott az Úr, az az ő győzelme? Ővé a dicsőség. Nem a te győzelmet, hanem az ővé. Ez az a dolog, amit a Csabi itt feszegetett, hogy van olyan dolog, ami a tiéd, és van olyan, ami a mennyei atya kijelentése. És a mennyei atya kijelentésén a, a, építi föl az ő egyházát, a kegyelmen. Az úrtól van ez, és nem tőlünk. Ugye sokszor van itt, itt a bűnök e, körül e, bonyodalom és kérdés, stb. stb. De meg vagyok győződve, hogy aki újjá született, és aki elindult a Krisztusnak az útján, ha fe, elesik is, de fel kell, fel kell, és az Isten véghez viszi benne az ő kegyelmét, véghez viszi benne az ő csodátos tervét. Ugye, szokták azt mondani, hogy a megfürdött disznó sárba hemperek. Emlékeztek erre az ígére. És ezt szokták keresztényekre is alkalmazni, de én megmondom nektek őszintén, hogy aki újjászületett az disznóból... Bárány lett. Érted? És a sáros bárány, az nagy különbség van a disznótól, aki visszament a, a pocsolyába. Érted a különbséget? Az egyiknek ugyanis disznó természete van. Szereti a pocsolyát. Egyszerűen hiába van megmosdatva, és fabulónnal bekenve, és a szőre begöndörítve és fehérre, hófehérre kifehérítve meglátja a pocsolyát, és nagyon-nagyon nagy élvezettel fekszik bele, úgy, mint a kutyám a lószarba, nem tudom, hogy miért, megszagolja, és egyből belehempereg. Ez az embernek az ó természete. Ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, és Isten azt mondja, hogy gyerekem, nem disznóint idomárnak akarlak téged megtanítani hanem azt akarom, hogy szülessé újjá. Azt akarom, hogy legyél bárány. Azt akarom, hogy kegyelemből tartassa meg. És amikor erre az útra lépsz, akkor nem fogod tudni a másik embert bántani. Nem fogod tudni a másik testvéredet kárhoztatni. Vagyis hát tudni fogod, de de nem abban a szemléletben élsz. És ez a ez a disznó példa és ez a bárány példa, igen, a bárány is besározódik. Van, hogy le is kell nyírni a, a szőrét, tisztába kell rakni, stb. De a bárány nem szereti a pocsolyát. A bárány nem szereti a moslékot. A bárány füvet szeret, és nem, ha beleesik véletlenül a gödörbe is, vagy a pocsolyába is, és sárosz lesz, nem érzi benne jól magát. És ez az új teremtésnek a lényege. Hogy te új vagy, testvérem. Hidd el! Hidd el! Te már nem disznó vagy. Te már nem, nem a régi vagy, persze, ott van a, a Róma 7 a végén, meg a 8 az elején pont erről beszél, hogy két törvényt érzek a testembe, egy disznó törvényt és egy bárány törvényt. És egy, a disznó törvény rabul akar adni engem a pocsolyának. A bárány törvény meg Istenhez kapcsol engem, kiszabadít meg, hogyan lehet ebből megszabadulni. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus által, az ő kegyelme által, az ő szeretete által, most beszéljünk arról, hogy jobbak vagyunk. Ki jobb itt a másiknál? Egyikőtök se, aki ezt mondja, az hazudik. Persze, sokszor a keresztények azt hiszik, hogy jobbak a hitetlennél. Nem jobbak. A keresztény se jobb a hitetlennél. Nem. Hanem a kereszténybe létrejövő új természet egészen más. És ez, ami nem született meg a hitetlenbe, de ez nem azt jelenti, hogy jobbak vagyunk nála, hanem a hitetlen, mivel nem hit, nem fogadta be Jézust, nem született túljá, ezért nem bárány. Nem ment át a halálból az életre. Ezért bajba van. Na most itt egy kicsit még azért szeretnék táborozni, mert eddig még csak eljut a kereszténység az ör öröm üzenetig. Azt, azt, mondjuk, azt mondjuk, hogy testvérem, az Úr Jézus szeret téged. Gyere, térj meg hozzá, Gyere ki, amit a Csabi is elmondott, mondd el a megtérők imáját, nem baj, hogy milyen vagy, nem baj. A szamáriasszonynak asszonynak mondta, stb. 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 Mindenkinek. Gyere! És eddig a kereszténység nagyon remek, frankó. Tehát, mir, mit, mit prédikál? a kereszténység? A kegyelmet, a megtérésnél nem ezt prédikálja. De azt mondja, hogy Jézus meghalt érted. Nem érdemeid szerint, nem bűneid szerint bánik veled, hanem szerettéged az Úr a kereszten odaszögezte a bűneidet. Meg vagy váltva, gyere Jézushoz, betölt téged a Szent Szellem, és egyszerűen rendben van az életed, gyere, térjél meg. És utána mi történik? Utána az történik, már az első században az történt, hogy visszatértek ahhoz, hogy egrecíroztassák a másikat, visszatértek ahhoz, hogy gatyába rázzák a másikat, visszatértek ahhoz, hogy törvénykezzenek, hogy újra azt mondják, hogy te változtasd már meg magadat, mert hát ez így nem jó, meg úgy nem jó, és mi történik az egyházból? Elsősorban az öröm tűnik el. Az az öröm, ami megtéréskor ott van. Eltűnik az az öröm, mert helyébe jön a törvény, Helyében jön a disznó megváltoztatásának módszertana. Ez a teológia, és ezt művelik, érted a keresztények? Teljesen penge módon, hogy hogyan kell a disznót idomítani, hogy azért legalább minden második pocsolyát kerülj el. És vannak olyan disznók, akik már minden pocsolyát elkerülnek, majdnem, de nem ez a lényege a kereszténységnek, mert egybe bele fog menni akkor is, hanem a kereszténységnek nem ez a lényege, hanem a kereszténységnek az a lényege, amit megtéréskor prédikálunk, hogy Isten szeret téged, új természetet ad neked, és nem tőled van ez, hanem ő tőle. Hitből igazulunk meg, és nem cselekedetekből. Hitből várjuk az üdvösséget. Hitáltal ö, leszünk igazakkal Isten számára. Hitáltal Ábrahám is a hitnek az atya volt. És persze, ilyenkor jön, jön, az, jön, jön a saját magunk is, és azt mondjuk, de hát hogy vagyunk, de hát még, még el se stimmel az életemben, meg az se az életemben. Igen, valóban rendelkezünk a disznó természettel is, valóban rendelkezünk a bárány természettel is. És egyszerűen ezek után egy nagyon fontos dologra van szükségünk, hogy az egyiket megöldököljük, a másikat pedig életre keltsük. A másikat tápláljuk, a másikat ö, biztassuk, a másikat ö, azt előhozzuk, sőt, a másikba is ezt nézzük. Ö, most voltam az autonóm gyülekezetben egy napos ilyen megbeszélésen. Mondtam, hogy én semmilyen keresztény megbeszélésre nem megyek el, mert én nem, tar szóval nem, nem, valahogy nem, tartozok a keresztény táborhoz, akik így menetelnek konferenciáról, bőti kurzusokról, meg mindenfajta ébredési, aranyeső, stb. stb. Nem, ak nem akarok már, én ebbe már beleöregettem, én nem. de ez a megbeszélésünk nagyon jó volt, és a Tamás mondta, a Görbis Tamás, aki most, mit tudom én, messzelte otthon a házát egy hétig, hogy meghallgatta majdnem az összes prédikációit, amit addig elmondott, elmondtak, és azt mondja, hogy annyi kárhoztató üzenet hangzik el, még most is a szánkból a hívő testvérek fele, hogy el se tudjuk képzelni. És azt mondja, hogy most látom és most hallom, hogy miket beszélünk még mindig, ami nem igei, nem az Úr gondolata, nem ez van az Új Szövetségbe, ugyanis az Új Szövetségbe nem a disznó megváltoztatásáról van szó, hanem annak a megöléséről. A keresztem van. Azt mondja, hogy én meg vagyok feszítve, ezt mondja a Biblia, én meg vagyok feszítve Jézus Krisztussal együtt. Meg vagy feszítve? Akkor meg vagyok feszítve, akárki, akármit mond, meg vagyok feszítve. És fel vagyok támasztva vele együtt. Feltámadtam az új teremtéssel, és vele együtt uralkodok. És az atyával vagyok, és én ő benne, és ő én bennem, mert elküldte a Szent Szellemét, aki által bizonyságot tette, hogy Isten fia vagyok. Tehát ez az igazság, engem nem érdekel, hogy mit látok, hogy más mit mond. Isten gyermeke vagyok. Elsősorban hozzátartozom, és napról napra megújul a hitem, és dicsőségről dicsőségre megyek, és győzelemről győzelemre, és hitből hitre. Figyeljetek ide! Én sokszor gondoltam, hogy, hogy ez, a, ez a, dolog... Ez a dolog, nem, nem visszük-e túlzásba, vagy nem beszélünk el, és hát ugye beszélt, megint a, a Takács Ferivel, és mondom, tudod Feri, utoljára az volt a probléma itt, amikor eljöttél közénk, azt mondtad, hogy hogy ültök itt? Mi, miért nem örültök? Lám, itt hogy örültük? És levetjették nekünk, hogy hogy örülnek. Emlékeztek rá. Mondom, Feri, ez a kárhoztatás szolgálata. Ez az, mikor bunkósbottal megverlek. Te hülye gyerek vagy, nézd meg én milyen jó vagyok. Az Isten szolgálata pedig tudod mi? Olyan lélekkel nyúlok hozzád, hogy te megváltozol. Hogy te fölállsz a székedről. Hogy te elkezdesz örülni. Hát Jézus, képzeld el, Jézushoz tolongtak az emberek, érted? Hát nem lehetett levakarni őket éjjel, nem hagyták aludni, a hajóba mentek utána, mindenhova. Miért? A bűnösök, nem azok, akik igaznak gondolták, akik, akik teljesen el volt rontva az életük. Mentek hozzá, mert nem a kárhoztatás, nem a bántás, nem a, a ledegradálást kapták, hanem a lehetőséget, hogy van lehetőséget kijönni, hogy van lehetőséget újjászületni, hogy van lehetőséget Istenhez kapcsolódni, akitől elszakadtál, van lehetőség. Ez az öröm hír. És az öröm hírnek a szelleme ben kell, hogy legyen a gyülekezetben, itt közöttünk. Ben kell, hogy legyen. Nem csak az elején elmondva, hogy szerettéged az Isten, hanem ma is szerettéged az Isten. Most is szeret. Itt szeret. Szereti a katit is. Hiába bagózik, még szereti. És majd nem... Hát de bagósok persze, jó van. Beszélhetünk a kövérekről is. Nem baj, hogy kövér vagy. Szeret téged! Nem baj, hogy kopasz vagy, az más. Az is maradsz, de ez más, érted? A kopasz, kopasságra nincs kijelentés, de a bagóton megszabadulsz, az biztos. A kövérségtől is meg lehet szabadulni. Kopasság az egy más kijelentést. Kell, hogy kapjak. Tehát, amikor és, és az, az, az érdekes, hogy ha, ha én kapok-e Istentől egy nagy kenetet, egy nagy érintést, akkor nem jövök ide, és azt mondom, hogy te hogy nézel ki hozzám képes, édes fiam? Hát így kell kinézni. Érted? Hát figyeljé! hanem elkezdek úgy beszélni, elkezdik úgy prédikálni, hogy minden, hogy Péter, nézd meg, Péter mit csinált? Úgy beszélt a zsidókhoz, akik megölték Jézust, hogy átszúrta a szívüket az ige. Teljesen megértették, hogy megölték Krisztust. Megértették, hogy mit csináltak. És egyszerűen akkor azt mondja, mit csináljunk? És azt mondja Péter, térjetek meg, bánjátok meg a bűneire, térjetek meg, merítkezzetek be. És ennyi. Gyertek, és megtér három ezer ember. Miért tér meg három ezer ember? Mert nem azt mondta Péter nekik, hogy új, el veszel, most vége mindennek. Megöltétek Jézus gyerekek, ez volt az utolsó lehetőségetek. Most vegyetek egy nagy ásót, és menjetek, ássátok el magatokat. Az első keresztény egyház Krisztus gyilkosaiból lett. Így van. Az első keresztény egyház azokból lett, akik azt mondták, hogy keresztre vele. Ezekből lett, és amikor megértették ők, hogy mi történt, belülről újján születtek, és tudták, hogy ez a disznó természet, ami Jézus oda jutatta, az ott a keresztán meg lett feszítve. A te természeted megvan van feszítve, a te kis disznód meg van feszítve. Ott van a kereszten, ezt mondja a Biblia ha pedig ott van, akkor akárki akár mit mond, ez ez az igazság. És uh, arról beszéltünk, hogy, uh, hogy uh, annak idején az emberek nem merítkeztek be. Miért nem merítkeztek be? Ben volt a Biblia, mert nem merték lefordítani se, hogy bemerítkezés. Keresztelő János volt, nem bemerítő János. Keresztelésnek nevezték a bemerítkezést. És akkor jöttek a baptisták, és a baptisták nem szégyelték állandóan azt prédikálni, hogy be kell merítkezni. Érted? Nem lehet túlzásba vinni a kegyelemről szóló beszédet. Nem lehet túlzásba vinni az új teremtésről szóló beszédet. Addig, amíg nem járunk kegyelembe és új teremtésbe, nem lehet túlzásba vinni. Addig, amíg mindenki be nem merítkezik. Amíg mindenki rá nem jön. Hogy ha Jézus be merítkezett, akkor nagyságos Kubinyi káro is be fog merítkezni. Ezt mondta apám, ja nem, apám azt mondta, hogy ha hogyha a, má, a marcalban merítettem be anyámat éjjel kettőkor, mert akkor fölébresztett, vagy nem ébresztett föl, de azt mondta, hogy nem akar elkárhozni. Apám azt mondja, hova mentek? Mondom, megyünk be, minket. Azt mondja, ilyen hülyeséget, de... Hát nem volt mit tenni, a csillagos ég alatt ott gubbasztott a parton, és egyszer csak fölkiáltott, azt mondja, én is ott akarok lenni, ahol te vagy. Hát nehogy már te elmenjé, én meg itt maradok bemerítkezés nélkül. Úgyhogy bejött, ő is bemerítkezett. Úgyhogy egy éjjel merítkezett be mind a kettő. Persze, az ember okoskodik, okoskodik, hát én emlékszem még a, a, annak idején a horvát Istvánra, azt mondta, hogy ő a gyerekkori keresztségét azt érvényesnek tekinti mostanáig. Ő aztán be nem merítkezik. Ő merítkezett be egyébként legkésőbb közülük. És egyszerűen, ha Isten igéje azt mondja, hogy merítkezz be, akkor most mit okoskodsz? Miért vagy ilyen? Miért nem tudod ezt mondani, hogy Jézus gyere be a szívembe, bocsáss meg a bűneidet, ilyen tök az egész, és akkor megtértél. Nem, az ember nem akarja elmondani. Az ember szeretné a saját vallását járni. Ugye bibliaiskolán beszéltünk Kainról meg Áberről. Kain az tököt, meg dinyét akar áldozni, és azt mondja, hogy ne szórakozzon velem az Isten se, hogy itt bárányokat kell áldozni. Miért ne lehetne tököt? Miért ne lehetne dinyét? Meg uborkát, meg cukkinit? Meg hasonló, retket mondjuk, vagy répát. Vagy mogyorót. Miért pont a bárányvérével kell megkenni azt a nyamat szemöldökfát? Miért nem lehet a csigával? Vagy nem tudom mivel. Békával, vagy akármivel. Vagy, vagy, vagy bármivel. Miért pont bárányvérével? Voltak, aki okoskodott, Megölte őt az öldöklő angyal. Lehetett okoskodni, a mai napig is lehet okoskodni, hogy miért pont kegyelemből, meg miért vagyunk fölfeszítve Jézussal együtt, és miért vagyunk föltámadva, és hogy lehet az, hogy, hogy van bennünk egy új teremtés, hogy milyen skrizofém állapot ez, lehet okoskodni, de Jézus ezt találta ki a megmenekülésre. Hogy újjá terem bennünket, hogy új teremtés vagyunk, ezért, és ezt mondja, hogy ez a kettő dolog harcol bennünk, az egyiket le kell tenni, és a másikat fel kell emelni. És most, amikor itt a podgyászoknál való történetről beszélek, azért beszélek erről, mert ha ebbe a szellembe volt Dávid, akkor pontosan nagyon jól tudta, hogy semmit nem köszönhet magának, mert ő Krisztusban már egy új dolgot képvisel, a kegyelmet, Istennek a győzelmét, Istennek a királyságát, és egyszerűen nem fogja ezért a másik testvérét lenézni. Na most, amikor aztán kezdtek bemerítkezni az emberek, akkor jött el a pünkösdi mozgalom. Képzeljétek el, hogy 2000 év után az emberek nem szóltak nyelveken, nem profétáltak, csak itt-ott elvészve található nyomokba, hogy profétálás, nyelveken szólás. És akkor jött a pünkösdi mozgalom, amikor elkezdték prédikálni. Hogy aki szent szellemmel betelik, az nyelveken szól. És ö, emlékszem rá, hogy hogy, ö, hogy, hogy nagyon sokunkon ezen megütköztünk, hogy hogy lehet nyelveken szólni. Ott van a Bibliában, vagy nincs ott a Bibliában, hogy nyelveken szólnak? Ott van. Hát akkor hogy lehet, hogy nem szól Isten népe nyelveken? Jó, most már bemerítkeztük, de nyelveken nem szólunk. A vízbe ölték meg azokat sok baptistát, akik bemerítkeztek, és azt mondja, na jó van testvérem, katolikus testvérek, őt bemerítették, hogy akkor most merítkezzé addig, amíg meg nem fulladsz. Így öltek meg nagyon sok baptistát. És eljött az az idő, amikor a baptisták kezdték üldözni azokat, akik nyelveken szólnak. Hogy nyelveken szólnak, hogy hogy lehet, hogy nyelveken szólnak, az ördögi, így ördögi, úgy ördögi, amúgy ördögi. Számtalan könyv jelent meg erről Baptista Egyház gondozásába. De mégis ott van az igébe, hogy akiket betöltött a Szent Szellem, azok nyelveken szóltak. Mégis ott van az igébe, hogy azok profétáltak, és elkezdődött a hit. Érted? Ha nem prédikálják, akkor hogyan higgyed? Hogyan higgyed a hit? A nem látható dolgok, létéről való meggyőződés, tehát neked. Szükséged van olyan prédikációra, hogy meggyőződjé, hogy rád ki akarja Isten tölteni a Szent Szellemét, be akar meríteni, és téged be akar meríteni az örömébe, és nyelveken fog szólni, és profétálni fogsz. Azért, mert ez Isten kegyelme rajtad, és amikor elhiszed, megtörténik. És amikor megtörténik, akkor úgy leszel, mint az irénke, hogy tudtam, hogy, hogy Jézus tatta Isten ajándékba nekem karácsonykor, de most kijelentette nekem Jézus, és egészen más dolog ez, mint amikor Lantos Gyuri mondta annak idején, hát a anyukája karizmatikus volt, de amikor, és ő így volt az egészel, de amikor ő megtapasztalta, és őt betöltötte a Szent Szellem, és, és nyelveken szólt, és egy nagy örömöt töltötte be, akkor tudta, hogy ez egy valóság. És így van ez az új teremtésről is, képzeljétek el, meg kell tapasztalnod, Hinned kell benne, de nem csak az, hogy benned van, hanem hogy a másikba is elindult, hogy a másik is egy bárány, hogy a másik is már nem disznó, hogy a másikba is elindult Istennek a kegyelme. És ezt addig kell prédikálni, addig kell erről beszélni, addig kell ezt e, e, mondani, amíg teljességre nem jut. Figyeljetek ide, és amikor teljességre jut, ez az egyháznak az utolsó állomása. Teljesen tudom, és biztos vagyok benne, hogy amikor ebbe teljeségre jutunk, az egyház ö, szeplő és sömörgézés nélkül áll föl. A kijelentés, amit a Csabi mondott, a kijelentésen épül fel. Ki kell, hogy jelentse neked Krisztus, hogy új teremtés vagy. Ki kell, hogy jelentse neked Krisztus, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Ki kell, hogy jelentse Krisztus, hogy te vele együtt meghaltál, és vele együtt feltámadtál. Ez nem szöveg, hanem ez egy valóság. És amikor ezt a kijelentést megkapod, akkor képzeld el, elkezdesz hinni ebbe, elkezdesz ebbe belemenni, és egyre jobban kinyílik az ige. Ebből a szempontból is egyre jobban meglátod, hogy ha egyszer Isten igéje ezt mondja, hogy én új teremtés vagyok, akkor új teremtés vagyok. Ha Isten igéje azt mondja, hogy a régiek elmúltak, akkor a régiek elmúltak. Ha Isten igéje azt mondja, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, akkor meg vannak bocsátva. Ha Isten igéje azt mondja, hogy lehet szellembe járni, akkor lehet szellembe járni. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy ez, a szellem, ez az új teremtés, ez tökéletes és szent és tele van örömmel, akkor a kereszténység az nem egy halálmező. Nem egy, egy borzasztó teljesítmény, mert figyelj ide, az egy nagyon nehéz teljesítmény egy disznónak, hogy bárány legyen. El, először is nem tud bégetni, csak röfögni, és másodszor nagyon szereti a pocsolyát, és nem szereti a füvet, és úgy egyébként is a moslékot szereti, nem a füvet. Na, nagyon nehéz a kereszténységet úgy megélni, figyelj, egy nagyon fontos dolog. Úristen, nem baj, tíz perccel később kezdtük. Na, tehát. De nem vagyok törvényes? Nem, 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 á, nem. Csak néha, csak nagyon gyakran, és nagyon szenvedek tőle, és mások is akkor. Na, és azért mondom, mondom ezt, amikor, amikor, amikor keresztény gyülekezetek meg akarják változtatni magukat, és meg akarják változtatni a másikat, akkor visszamentek abba a gyakorlatba, amire Pál azt mondja, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van. Akkor visszamennek oda, hogy mégis lehetséges, hogy talán megjavuljak. Mégis lehetséges, hogy talán jó ember legyek. Mégis lehetséges talán, hogy megváltozzak. És amikor őszinte vagy, és becsületes vagy, és eljutsz oda, hogy nem tudok megváltozni, ez már egy győzelem. Ezt komolyan mondom, ez már egy győzelem. Amikor eljutsz oda, hogy nekem nem megy, ez már egy nagyon jó dolog. Amikor eljutsz oda, hogy elfogy az erőd, akkor kezdődik valami el, hogy a te erőtlenségedbe lesz az erőd, és akkor kezdődik el az úrnak az útja, és azt mondja az úr, na végre abba hagytad a magad és a mások megváltoztatását. Na végre, hát erre vártam, hogy én éljek te benned. Hogy az én életem ábrázoljon ki, ábrázolódjon ki benned. Olyan érdekes volt, hogy, hogy, ugye nagy vita volt ebbe az egész témában, mert az autónom is recseg, robog ettől az üzenettől, tőlünk függetlenül egyébként. És azt mondja a Takácsvári, hát ezt én értem, de hogy ez hogy is van, még nem tudom. És úgy, ö, 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 úgy örültem neki azt mondja, mert ha én egyszer begerjedek otthon, akkor lesöpröm a családomat, így van, mondom, Ferikém, nálunk is így van, és mégis történt bennem egy érdekes változás, hogy egyszer csak azt tudtam mondani, amikor lesöpörhetnéken volt a vaddisznó természetemnek, hogy én bennem benne van egy agapé szeretet. És akkor elkezdtem ezt elhinni. És az a családi este olyan szépre sikeredett. Nem a vaddisznó természetem jött ki, hanem a Krisztusnak az agapé szeretete. N Krisztus ábrázolódott ki belőlem, és megtapasztaltam, hogy igen, igen, a karcsika született. Rendelkezik Istennek a tulajdonságaival, csak jó be volt zárva ez eddig a börtönbe. És most az abroncsok szakadnak fel, és egyre jobban Isteni természetnek a részese leszek, és egyre jobban hasonlítok Krisztusra, úgyhogy nem fognak rám ismerni a régi testvérek, akiket megnyomorítottam, akiket bántottam, akiknek kitéptem a haját, és a fülét letéptem. És azt fogják mondani, ez a karcsi? Hát ez nem, nem ez nem, ez, te, te vagy az? Ha? Én vagyok, más ember vagyok, új ember vagyok, Isteni ember vagyok örömmel vagyok az, mert nem én nekem kell ezt megtennem, hanem ezt megtette Isten. Figyelj, ami megvan téve, azt csak el kell fogadnod, ajándék, de prédikálni kell, hogy ez igaz, és akkor elfogadod, és ajándék, és működik benned, akkor elkezd. Aha, tényleg tudom szeretni az ellenségemet. Itt van, most jön Saul halála, és aki hozza a hírét, stb. 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 Dávid, nem, nem kegyelmez neki. Azt mondta, elesett a nagy harcos, és éneket mond Saulról, aki végig ülözte őt. Ez az isteni szeretet. Hát ha te képes vagy az ellenséget szeretésére, akkor külön gratulálni fogok, és szobrot ácsoltatok neked, van egy-két szobrászművész, akivel megbeszélem, hogy neked külön szobrot állítanak. Ha tudod szeretni az ellenségedet. Lehetetlen. Ez lehetetlen. Ha valami lehetetlen, ez lehetetlen. De az új teremtés. A benned lakó Krisztus képes rá. Egyszerűen csak azt mondod, karcsikám, te új teremtés vagy, tudod szeretni x-et, y-t, és még őt is. És így is van. Tudod szeretni. Ez az örömhír. Figyelj ide. A kezdetben, amit hirdettek nekünk, az kegyelemből volt? Igen. Akkor most, ha élünk, és nem kegyelemből élünk, akkor bajba jutunk. És tudjátok, mi a legnagyobb, a törvényeségnek a legnagyobb jelzője, hogy nincs öröm. Nincs öröm. Mert teljesíteni kell. Teljesíteni kell. Nincs öröm. A kereszténység pedig öröm. Az, hogy rendbe vagyok, megnyugszom. Nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Na most kezdődne az igazi prédikáció. Komolyan mondom. Ezeket az igéket, ha komolyan tudjuk venni, ha meglátjuk, ez az utolsó állomás Krisztus testében, amit Isten helyreállít. Komolyan mondom. Ez az utolsó állomás. Ugyanis. Ö, egy nagyon érdekes kritikát hallottam a Csia Lajos Bácsitól ez egy kis könyvébe csak olvastam, azt mondja, hogy nagyon jó volt a reformáció. Fantasztikus eredményeket értünk el. És a katolikus egyház nagyon sok mindent átvett a reformáció hatására. De annál szomorúbb, hogy mi sokkal több mindent vettünk vissza, amit annak idején elvetettünk már rossz. Sokkal több mindent. És. Képzeljétek el, hogy maga az egyházak építése is a törvényességből adódik, hogy emberek, emberekhez való igaz, igazítása is. Isten azt akarja, hogy teljesen szabaduljunk föl, hogy én már nem X vagy Y egyházba tartozom, hanem Krisztusi vagyok. Amen.